hűvére, Peti áll a ház elé, melyik útra lép, komoly most a tény. Peti áll a ház elő, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki, megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta már, az eszem helyett, jobb, ha szív vezet. Felcsillant a két szeme, inkább mennék ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. És elindult hűdén a lába, ballagott a kislány mögött. Szélt a pillanat, rászedetted jól magad, épp ott állnak ő az iskola elő. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek, én is felmegyek. Könnyebb már a kis napos délelőtt, együtt járnak most iskolába, Peti mindig megvárja őt. Könnyebb már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt, együtt járnak most iskolába, Peti mindig megvárja őt. Hát igen, az iskolába menés mindig is problémát okozott a gyerekeknek, és most is, hogyha megnézzük az arcukat, amikor említjük nekik, hogy vége a nyárnak kezdődik az iskola, akkor egy kicsit elkomolyodnak, és mindig azt mondják, hogy de jó lett volna azért még egy kicsit maradni. A szülőknek is komorul az arcuk, hiszen a tankönyvek, a tanszerek vásárlása igen sok gondot okoz, és mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Magyar Nemzeti Tanács tanügygyel, oktatással megbízott tagjának, Jóhorti Líviának miért komorodik, vagy komorodik-e az arca a tanévkezdéskor? Jó napot kívánok! Hát abban reménykedünk, hogy különösebben nem kell elkomorodni az arcunknak, és rendben elindul az idei iskolai év. Sajnálatos módon az utóbbi években az a gyakori tapasztalatunk, hogy az utolsó héten, tehát itt valahol augusztus 30-a körül kezdi el a minisztérium azokat az intézkedéseit, ami hát egy-egy tagozat megnyitásának az ellehetetlenítéséről szól. Hát én csak abban reménykedem, hogy az idén erre nem fog sor kerülni, és hogy gyakorlatilag minden olyan osztálytagozat szerte vajdaságban, mire a Magyar Nemzeti Tanács megnyitás céljából a jóváhagyását adta, az meg fog nyílni, és azok a hát hihetetlen intenzív tárgyalások, utazások, egyeztetések elmaradnak, amik az előző években, hát valahol a mindennapok része lett itt augusztus legvégén, szeptember elején.
hogy aztán valahol októberig tisztázódjon az, hogy minden tagozat megnyílhat-e, vagy valahol összevonásokra kerül sor. Ez azért külön érdekesség a magyar oktatás szempontjából, hiszen a 15 fő alatti osztálylétszám gyakorlatilag itt a nemzeti közösségek tagozatait érintve tartományi hatáskör, gyakorlatilag az iskolák kérvényezik a tartománytól a jóváhagyást, illetve a nemzeti tanácsoktól az ezt szabályozó törvény szerint. És hát bár a hatáskör a tartományé, bár a hatáskör a nemzeti tanácsé, a pénzelés mégis Belgrádban van, tehát hogy ilyenkor elindul az a fajta csiki-csuki tárgyalás, ahol ki hogy értelmezi a törvényt, ki hogy értelmezi a szabályozásokat, és hát mik azok a keretek, mik azok a pénzügyi lehetőségek, amik hát a rendelkezésére állnak akár az Oktatási Minisztériumnak. Úgyhogy hát itt vagyunk most 27-én, egyelőre a mai nappal még nem indult olyan, vagy nem érkezett olyan jelzés, hogy gondok vannak, remélem, hogy így is marad. Mire számít a Magyar Nemzeti Tanács, mire számítanak önök, hogy változik-e valami az idén, ami a magyar gyerekek létszámát illeti? Hát erre pontos adataink vannak, de hát már nem számítunk, hanem tudjuk, hogy sajnálatos módon csökkent ismételten a magyar gyerekek száma egész Vajdaság szerte. A tavalyi iskolakezdéskor 1950 kis elsős beiskolázási csomagját osztottuk ki szerte Vajdaságba, tehát pontosan tudtuk, hogy hány gyermek indult el az iskolába. Folyamatosan adatokat kértünk az óvodáktól, később az iratkozás mentén az iskoláktól, tehát hogy mi történik, hány gyerek jár magyar közoktatásban, tehát hogy számunkra nagyon lényeges, hogy a lehetőség szerint az iskola előkészítőt már az anyanyelvükön végezik a gyerekek, tehát hogy volt egy adatbázisunk arra vonatkozólag is, hogy hány gyerek jár magyar nyelvű iskola előkészítő csoportban, hiszen gyakorlatilag azért ez egy kötelező oktatási forma most már évek óta a törvény által előlátva 2007 óta. És hát azt lehetett látni az előző évek adataihoz képest is, hogy jelentős csökkenés van, tehát hogy ezek a demográfiai esések, ezek bizony nagyon érzékenyen érintik nyilván egész Vajdaságot, de azon belül a magyar közösséget is. És hát ez azért is lényeges számunkra ez a szám, mert ott van lehetőségünk a szülők meggyőzésére még valamennyi hónap az iskola kezdés előtt, hogy a magyar oktatást válasszák a gyerekeiknek, de hát hogy nem kis logisztika, nem kis munka megtalálni azokat a szülőket, akiknek a gyerekei ugyan magyarok, ismerik a magyar nyelvet, beszélik, de esetleg szerb csoportba járnak, vagy esetlegesen úgy gondolkodnak, hogy a szerb tagozatra íratnák őket, tehát hogy szerte Vajdaságba. Itt Szabadkán is több tíz családot kerestek meg az aktivistáink, és próbálták a anyanyelvi oktatás előnyeiről meggyőzni a szülőket. Hát az adataink úgy néztek ki, hogy 1727 gyerek járt magyar iskola előkészítő csoportba, óvodába, és most az utolsó múlt heti lekérés mentén, ahol az iskoláktól kértük az adatokat, úgy tűnik, hogy körülbelül 1840 körül lesz az idén a magyar elsősök száma. Ez körülbelül 110-zel kevesebb, mint a tavalyi évben. És hol a legveszélyesebb, mondjuk így, hogy beolvadás, vagy az elveszés? Hát érdekes módon, ugye mióta a választások megtörténtek 2010-ben a Nemzeti Tanács vonatkozásában, nagyon nagy hangsúlyt a szórványra fektettünk, hiszen ott volt veszélyeztetett, hogy beomlik egy-egy helységben, egy-egy településen a magyar oktatás. Úgy tűnik, hogy ott most sikerül stabilizálni, és az igazi nagy gyerekszámvesztés az itt történik a tömbben. Tehát az idén, és olyan közösségekben elsősorban azt kell mondanom, ahol nem jellemző, hogy szerb oktatásba adnák a gyerekeket, a magyar gyerekeket, még a vegyes házasságokból is elég sokan a magyar oktatás mellett döntenek, tehát a legnagyobb gyerekvesztésünk az idén Óbecsén van, mintegy 170 gyerekkel kevesebb indul most magyar első osztályba. A szerb vonatkozásban is valószínűleg esés van, de nem tudom a pontos számadatokat. Tehát a legnagyobb esésünk Óbecse, a következő pedig Szabadka, ahol mintegy 30 gyerekkel lesz az idén kevesebb az elsősök iskolapadjában, magyar osztályokban, mint tavaly.
És ilyenkor mit tudnak tenni, hogy ez legalább jövőre megforduljon, vagy legalább stabilizálódjon? Hát nyilván a stabilizálás, illetve kiszámítható csökkenés, tehát igazság szerint pontosan tisztában vagyunk a demográfiai helyzettel, illetve születésszámmal. Nagyon kíváncsian várjuk egyébként a népszámlálási adatokat, hiszen még mind a mai napig nem tették nyilvánossá azt, hogy hogyan alakultak a különböző közösségeken belül a nemzetiségi arányok, tehát hogy milyen arányba fogytunk. Az azért nyilvánvaló és egyértelmű volt a globális adatok mentén is, hogy jelentős lakosság csökkenés van, és hát hogy a szülési kedv alacsony, ezt nyilvánvalóan évtizedek óta tudjuk, tehát ez folyamatosan média téma is, tudományos téma is, más dolog az, hogy a gazdaság, illetve az a fajta társadalmi közeg és kiszámíthatóság, ami hát talán megnövelhetné ezt a gyermekvállalási kedvet, vagy egyáltalán az itt élési kedvet, az sajnos nem sokat változik, tehát hogy 2000 után lett egy ilyen megnyugvás, egy kicsit fellélegzés, és valami fajta olyan perspektíva beállítás is a fiatalok körében, hogy érdemes lesz itt lenni, hogy jó lesz, és hát gyakorlatilag valószínűleg az utóbbi 4-5 év gazdasági helyzete, illetve hát azt kell mondjam, sajnálatos mondom, ki számíthatatlansága okozza azt, hogy ismételten háromszor is meggondolják a családok, hogy mikor vállalnak gyereket, vállalnak-e második gyereket, illetve hogy hát itt szeretnének-e élni, hiszen ismerjük azokat az adatokat a Szerbiára vonatkozólag, ahol a középiskolások és az egyetemisták is nagy számban arra készülnek, vagy legalábbis a vágyaik mentén azt szeretnék, hogy valahol máshol tudjanak érvényesülni, mert kiszámíthatatlannak érzik a jövőket. Tehát ugye ez mind valahol belejátszik abba, hogy nehéz fejszébe vágja bárki a fejszét, aki azt szeretné, hogy állandósítson egy iskoláztatási számot, vagy esetlegesen növeljen. Természetesen a Magyar Nemzeti Tanács egy csomó olyan programot indított el már tavaly is, ami gyakorlatilag egyrészt a kiszámíthatóságát szeretné segíteni, másrészt pedig anyagiakban, támogatási formákban szeretné segíteni azokat a szülőket, akik vállalják, hogy a magyar nyelven a magyar oktatás mellett szállnak sikre és odaíratják a gyerekeiket. Ez lett volna tulajdonképpen a következő kérdésem, hogy a rábeszélés mellett mit tud tenni a Magyar Nemzeti Tanács, hogy mégis magyar nyelven írassák a gyerekeket az iskolába. Van-e valami támogatási lehetőség, amire a szülők számíthatnak itt is, és természetesen szórvány szerte is? Igen, tehát gyakorlatilag a támogatásaink, amivel segítjük a szüleinket, azt gondolom, hogy egyesek népszerűbbek, vagy jobban többet hallani róla, másik kevésbé, és azt gondolom, hogy köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk. Egy olyan kiszámíthatóságát szeretnénk adni a magyar oktatásnak, ami a támogatások igénybevételével valahol egy kifutási lehetőséget ad a gyerekeknek. Gyakorlatilag, ami hát itt mindjárt a óvodáskortól érinti a szülőket, az a szülőföldön magyarul elnevezésű támogatás, ami minden évben egyszeri alkalommal jár minden olyan diáknak, illetve iskolaelőkészítő óvodásnak, aki a magyar közoktatásba jár. Ez azt jelenti, hogy akár az elsőtől 8. osztályig, akár a középiskolákban. Ez évi szinten körülbelül 75 eurós támogatás, ami hát nyilván egy pályázat útján a szülők igényelnek, és hát visszamenőleg néhány éve áll ez a dolog a rendelkezés, és ma azt lehet mondani, hogy teljes körben ismert a szülők körében, tehát hogy CMH irodák megtették a maguk jó mobilizáló lépéseit, tehát hogy nem jellemző, hogy ne tudnának erről a támogatásról a szülők, és ne élnének vele. A továbbiakban a Magyar Nemzeti Tanács tavaly is meghirdette az iskolakezdési csomagját minden elsős kisdiáknak. Tavaly már az első héten eljuttattuk minden egyes iskolába, minden gyerekhez ünnepélyes keretek között személyesen is adtam át ilyen csomagokat. Gyakorlatilag azt célozza, hogy megközelítőleg ingyenessé tegyük az iskolakezdést. A
minisztérium most már negyedik éve ugye a tanszercsomagot biztosítja a gyerekeknek. Nyilván e körül lehet vitázni, hogy mennyire használható egy használt tankönyv, vagy kevésbé használható, de minden esetre az a fajta biztonságérzetet megadja, hogy mégis tankönyve van a gyereknek, aztán egy megítélés kérdése, hogy a szülő úgy látja-e, hogy inkább újat vesz, vagy pedig használja az előző generáció által használt tankönyvet. Tehát, hogy a tankönyv, mint ilyen az alsósok számára már negyedik éve ingyenes. Ezen felül viszont egy nagyon komoly tanszer készlet az, amire igényt tartan az iskola, illetve az oktatás, és hát ezt a tanszercsomagot szerzi be a Magyar Nemzeti Tanács, és juttatja el minden elsősnek. Ez alatt értem egy teljes, komplett képzőnyszeti felszerelést, füzeteket, ceruzákat, teljes toltartó felszerelést, labdát, ugráló kötelet, tornazsákot, hangszert, és hát minden olyan eszközt, ami szükséges lehet az első osztályban, sőt, ha vigyáznak rá, mert itt a vonalzó készlettől kezdve minden rendelkezésre áll a gyerekeknek, akkor több éven keresztül is tudják ezt használni. És hát az a visszajelzésünk, mert hogy igyekeztünk ezt nagyon jó minőségű márkás tanszercsomagból összeállítani, hogy nagyon elégedettek voltak a szülők, és nagyon elégedettek voltak a tanítónők is, mert hogy a másik, amit kínálni tudunk, és szeretnénk kínálni a szülőknek, az a minőséges oktatás. Minőséges oktatáshoz eszközök kellenek, megfelelő tanerőkkel, megfelelő motivációkkal, és ahhoz, hogy kiszámítható legyen egy tanítónak az, hogy mivel dolgozik, hogy mit tud programként megkínálni a diákoknak, ahhoz megfelelő tanfelszerelés is kell. Tehát, hogy az a visszajelzés érkezett tavaly a tanszercsomagok után, hogy nagyon kiszámítható lett az osztálytanítóknak a munkája, tehát nem kellett azon gondolkodni, hogy van-e egyes gyereknek, nincs-e, hol szerezzen be, kitől kérjen kölcsön, kinek ilyen minőségű, kinek olyan minőségű, nem tudnak dolgozni ebből kifolyólag. Tehát, hogy nincs az a szűkített keret, ami a lehetőségeket korlátozná, hiszen ezzel a tanszercsomaggal pontosan tudja az osztálytanító, hogy minden egyes gyerek az osztályban rendelkezik minőséges tanfelszereléssel. Ami a tanügyet illeti, a tanítókkal, a magyar tanárokkal van-e kapcsolat, tartanak-e valami kapcsolatot fenn, ami ilyen interaktív jelzés. Hát ezt mondta, hogy kaptak visszajelzést a tanfelszerelésről, de ezen kívül a programokról tudnak-e kommunikálni a tanítókkal? Azt gondolom, hogy itt az utóbbi két évben nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy kommunikáció legyen az iskolák között és köztünk, egyrészt az igazgatás szempontjából, másrészt pedig közvetlenül a tanárokkal, illetve az iskola vezetéssel. Tudni kell, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 158 intézményt tart számon, oktatási intézményt, ahol magyar nyelvű oktatás zajlik, tehát hogy ez egy meglehetősen széles körű paletta. Ezen belül 47 olyan oktatási intézményünk van, amely kiemelt jelentőségű a magyar közösség számára, tehát a törvénnyel összhangban ezt kiemelte a Magyar Nemzeti Tanács, és ezen felül 10 olyan iskolánk, ahol kizárólag magyar nyelven folyik az oktatás. Ezekben az iskolákban jár a diákok kb. 74%-a, a magyar diákok 74%-a, tehát ezekkel az iskolákkal nagyon intenzív és folyamatos a kapcsolattartásunk. A többiekkel is jó, azt kell mondjam, hogy folyamatosan kommunikálunk velük, jelzéseket küldünk feléjük, adatokat kérünk tőlük, pályázatokat nyitottunk meg feléjük, ahol akár a taneszköz fejlesztésre, akár szakmai továbbképzésre, akár iskola fejlesztésre kérhettek az iskolák pénzt. Ez már egy éve fennálló pályázati lehetőség a Magyar Nemzeti Tanács felé, amivel nagyon sok iskola élt. Azok a pénzek, amikhez nagyon nehéz volt más forrásokból hozzájutni, nálunk relatív gyorsan megszerezhetők voltak, nem voltak ezek hihetetlenül nagy összegek, de mégis jelentősek ahhoz, hogy egy-egy beruházás befejeződhessen, egy-egy tanszer, ami évek óta, amivel várnak, megvehetődjön, hogy egy-egy komputert ki lehessen cserélni, be lehessen szerezni egy-egy interaktív táblát, egy-egy szakmai továbbképzést meg lehessen ejteni az iskoláknak. Tehát, hogy több millió dinárt fordítottunk a tavalyi évben összesen
8 milliót arra, hogy a 158 iskolán, ami, illetve óvoda, ami a magyar közösség oktatási kerete, az valahol segítve legyen az oktatás fejlesztésében. És hát ebben a kommunikációban konferenciák, kongresszusok zajlottak, több száz pedagógussal volt közvetlen kapcsolódásunk. És hát egy nagyon intenzív projektben vagyunk a magyar nyelvű oktatás fejlesztése szempontjából. Volt egy a tavalyi évben egy nagy úgynevezett PISA konferenciánk, ahol értelmeztük azokat a nemzetközi oktatási eredményeket, ami hát itt a Vajdaság vonatkozásában is érdekes volt, hiszen a 2008-as kutatási eredmények már a rendelkezésünkre álltak, illetve hát most 2012-ben volt az újabb felmérési kör. És hát ezen belül a magyar oktatás is voltak adataink, ezt szerettük volna prezentálni, illetve azokat az eszköztárakat föltérképezni, hogy hogyan tudjuk fejleszteni tovább a magyar oktatást, hogy közelítsen az Európai Uniós elvárásokhoz. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy itt volt, és hogy ezt elmondta nekünk. Jó Horti Líviával beszélgettünk, a Magyar Nemzeti Tanács oktatással megbízott tagjával.